Álplakátok. Így nevezi Mészáros Márta az általa készített grafikákat, amelyeket mai és klasszikus magyar írók művei alapján készít. A Pécsi Horváth Színházban kiállított képek azt a történetet és életanyagot demonstrálják, amelynek háttere a történetelvű, úgynevezett szövegirodalom. A művész alkotásaiban párhuzamosan alkalmazza a festőtechnikákat és a grafikai technikák közül a szerigráfiát. Képek a baranyai cigányok múltjából és jelenéből címmel nyílt kiállítás az Erdős Kamil Cigány Múzeumban. A Rácz-Aladár közösségi házban lévő tárlat a régió cigányságának életével, művészetével foglalkozik. Teknővályók, kártyavetők, kosárfonók alkotásait és munkaeszközeit tekinthetik meg az ide látogatók a megannyi életképet megörökítő fénykép mellett. És fél éve játszottatok, mint megtudtam utoljára Pécset. Mi történt azóta? Igen, hát elég régen játszottunk, hát ilyen 95 és 96-ban volt egy eléggé aktív időszak a zenekarnak, akkor megjelent két lemez is, meg ugye elég sokat koncerteztünk, meg Pécsen is ugye elég sokan jártak nyers koncertre. Aztán 90, a második lemezünk megjelenése után fél évvel kimentem a Amerikába. Ott gyakorlatilag 97-es évet ott töltöttem, egy csomó minden történt. Nyolcban megcsináltuk ezt a mostani lemezanyunkat, ami 99 tavaszán jelent meg, Mi rendes emberek címmel, a nyers nevű zenekar lemezéről van szó. Azért nem jelent meg tavaly, a tervek szerint tavaly még karácsony előtt megjelent volna, csak volt egy maxi megjelenés, ami szeptemberre volt tervezve, ez elcsúszott novemberre, és utána nem akartuk a nagy lemezt egyből utána kihozni, és akkor inkább tavasszal jött ki, és azt mutogatjuk most be így országszerte. Ezek szerint sok minden történt veletek, változott-e a nyers hangzása, ugyanolyan nyerse? Hát változni elég sokat változott, kurva sokat változott a hangzás, de szerintem a nyersnek ugyanolyan nyers maradt. Az érdekel, hogy amit így kitalálunk, azt így megcsináljuk és így bemutassuk, tehát ez érdekel az egészből. Az új lemez kapcsán számítottunk arra, hogy valamilyen commerce, vagy egy-két ilyen commerce mainstream rádió is talál magának valami megfelelő lemezőről, mert tényleg vannak olyan számok, amik mondjuk ilyen kicsit nyugatabbra nem, hogy alternatívnak nem számítanak, hanem még popnak is egy kicsit ciki. Tehát, és erre Magyarországon mindig alternatívot mondanak, mert hát ilyen kifogásokat mondanak, hogy ritmusváltás van benne, és ez zavarja az autósokat. Tehát ez tényleg van benne ritmusváltás. Yeah.
sok kívánivalót hagy még maga után a dolog. Tehát így egy csomó mindent máshogy csináltunk volna, mondjuk ezt minden lemez után így gondoljuk, de itt jó számok vannak rajta, amik a hangzással, meg egy-két ilyen olyan technikai dologgal van gondunk. Hát reméljük is, hogy lesz következő.